Orosz János köteteihez hasonló jogi szótárpár még nem jelent meg térségünkben. Bozóki Antal ugyan készített egy szerb-magyar négykötetes jogi szótárt, de annak nincs magyar-szerb változata. Korhec Tamás, az MNT elnöke köszöntő beszédében kifejtette. A szakterminológia hiánya komolyan hátráltatta eddig anyanyelvünket abban, hogy elnyerje méltó helyét a hivatalos nyelvhasználatban. Váradi Tibor jogász akadémikus szerint is mérföldkőnek számít ezeknek a szótáraknak a tartalma. A többnyelvűség lehetséges, és az is lehetséges, hogy mi itten a saját nyelvünket megtartva legyünk ennek az országnak a polgára. Orosz János 2005-ben már megjelentetett egy hasonló kiadványt, ennek kibővített változatai a most megjelent kötetek. A szerző hangsúlyozta, hogy a magyar-szerb szótár nem csupán a szerb-magyar kötet fordítása. Attól függetlenül, hogy a két szótárnak közös a nukleusza, az anyagnak a nagy része megtalálható egyikben és másikban is, de akkor is ugye egy szerb szótárnak a szerb szavakból kell kiindulnia, egy magyar-szerb szótárnak viszont a magyar nyelvterületen beszélt szavak közül kell választania a címszavakat. A jelenlévők szerint a következő feladat az alkotmányban szavatolt hivatalos nyelvhasználati jog gyakorlatban való érvényesítése lesz.